Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket ismét a csatornámon, én E.S. Jennifer vagyok, és elfogyott néhány termék nálam a hónapban, nézzük, hogy mik ezek. Egy ilyen zarás zacskóval tettem össze nektek azokat a termékeket, amik már nem használhatóak, hiszen elfogytak, na mindegy. Szóval nézzük is egyesével őket. Van itt két viszonylag hasznosabb dolog, az első, ez az XXL pakkos Lenor Gold Orchideás, vagyis Arany Orchideás parfümös öblítője, ami egy ilyen kétliteres kiszerelés, ez elég sokáig egyébként elég volt, és nagyon szeretem ezt, mert nagyon könnyű így megfogni, mert most például szilárd öblítő volt legutóbb, és az úgy nehezen lehetett megfogni, nagy kiszerelés volt, de ezt sokkal könnyebb így megemelni és így önteni egyből. A Lenor öblítőket egyébként nagyon-nagyon szeretem. Az az egy bajom van velük, hogy nagyon-nagyon parfümösek, hát parfümel nyilván. Szóval azért csinyán kell vele bánni, mert most az utóbbi időben valamitől így elég sokszor szokott viszketni a bőröm, és most vettem hipoallergén öblítőt, meg mosószert is, és remélem, hogy ez segíteni fog a helyzeten, de ez tény, hogy tényleg ezek parfümöseknek nagyon jó illatuk van, tartják is az illatukat, de parfümösek. Aztán elfogyott a Listerinnek ez a Cool Mint Mind szájvize, mindig ezt a nagy kiszerelést vesszük, én nagyon ritkán használom, ez az igazság, én fogat mosok, akár néha persze, megöblítem el a számon, de hogy alapvetően én úgy érzem, hogy ez nekem nem mindig kell, de hogy alapvetően ez is elfogyott. Gondoltam, megmutatom ezt is nektek. Elfogyott még hát, a Fructis Pure Fresh Purifying Samponja. Ugye ez a zuborkás verzió, gyorsan zsírosodó hajra. Ezt mindig újra veszem és újra is fogom vásárolni a DM-ben, hiszen nagyon-nagyon jól tisztítja a fejbőrömet, és ez az a sampon, amivel a hajam bírja akár 5-6-7 napig is, úgyhogy nem mosom meg, úgyhogy ezt újra vásárolom mindig. Aztán az Ordinary-nek elfogyott egy széruma, ez a hialuronos széruma, ami már elég régen elfogyott, tehát azért ezeket elég régóta tartogatom nektek, és most van időm felvenni, de hogy igen, elfogyott ez a hialuronos szérum, azóta már a Revox-nak a szérumát használom, könnyen beszerezhető, olcsó, és teljesen jól működik. Az a bajom ezekkel az Ordinary-kkel, hogy tudjátok, elég nehéz őket beszerezni, el kell menni, vagy meg kell rendelni a SkinSmart-ról plusz állítási díj, akkor már rendelni kell több minden, szóval, hogy bonyolultnak éreztem, de alapvetően nagyon szeretem az Ordinary termékeit, csak beszerezhetőségét annyira nem szeretem. Elfogyott ez a Homs The Hives, nem tudom micsoda, Yves Rocher és kézkrém. Ez egy ilyen téli kiadás, téli alma, Winter Apples. Ez egy ilyen kis mini kiszerelés, 30 millis, esténként használtam. Ilyen, picit nekem olyan illata volt, mint hogyha romlott lenne, de természetesen nem volt az. Úgyhogy az illatával nem voltam annyira megbékélve. Nem szerettem annyira, de a hatása az teljesen jó volt, tette a dolgát, hidratálta az kezemet, amikor ki volt száradva, szóval alapvetően nem volt vele bajom, az illatát azt nem annyira szerettem, de hát ez már csak tényleg részletkérdés. Aztán elfogyott ez a Shauma sampon, ez a Clean and Fresh sampon, almával és nem tudom még mi van benne. Zöldalma és csalán, igen, hát ezzel nem voltam annyira megelégedve, tehát nem habzott annyira, nem tisztított annyira, úgyhogy ez biztos, hogy nem fogom újra lenni. Elfogyott a Clinique-nek ez a Moisture Surge kréme, ez a 100 órás hidratáló krém, ennek volt egy szemkréme is, az is elfogyott, az még korábban elfogyott, úgyhogy én ezeket nagyon szerettem, tényleg nagyon jól táplálták a bőrömet, sőt, nem vagyok benne biztos, hogy ezt nem fogom még újra vásárolni, főleg az art, vagy a szemkörnyék ápolóját, mert az tényleg nagyon szuperül hidratálta ezt a szem körüli rész, és a pici mimikai ráncokat is akár feltöltötte. Nagyon szerettem, egyedüli problémám vele, hogy nagyon drága, de hát ezzel nem tudom mit csinálni.
Aztán az Aloe Vera, Aloe Lips is elfogyott nekem, ez a Forever-nek az Aloe Lipse, csak leszettem róla ezt a csomagolást. A legjobb hidratáló volt a számra ever, tehát hogy így soha nem találtam még ennél jobb hidratálót. Éjszakára szoktam mindig ezeket feltenni, éjszaka jól vastagon bekenem, és másnapra pihepuha szájam volt tőle, és ugye napközben meg rúzs szoktam viselni, tehát ezeket azért szoktam igazából éjszaka. Biztos, hogy újra fogom még vásárolni, ezzel is az a bajom, hogy nehéz beszerezni, ugye innen-onnan meg lehet rendelgetni, de hát nekem az a legegyszerűbb, ha bemegyek a DM-be, hogy bárhova is ott megveszem. Aztán a Colgate-nek ez a Max White One Shade Whiter, mindig létert mondok, elfogyott ez a fogkréme, ez a kedvenc fogkréme, mindig újra veszem, 1000 forint körül van, pici fehérítő hatását is érzem, szóval én ezekre esküszöm. Aztán micellás vízfronton is van egy elfogyottam, tisztítés segít eltávolítani a sminket, és nyugtatja a bőrt, ez a Garnier-es 3-1-ben ikonikus rózsaszín micellás víz. Én annyira nem szerettem, mert nekem habzott tőle, tehát habos volt, ahogy felkentem az arcomra, és mostom le a sminket, meg minden, habzott tőle, és picit csípte a szememet, úgyhogy ez nem túl pozitívum. Nem fogom újra vásárolni, most a Nivának van a érzékeny bőrre való micellás vize. És végül, de nem utolsó sorban elfogyott ez a Palmolive Natural Sensitive Skinre, tehát érzékeny bőrre való tejproteinekkel gazdagított testápolói tusfürdője, ami egyébként 95%-ban természetes összetevőket tartalmaz, és, és ilyen kis hidratáló tej is van benne. Teljesen jól működött, ez az 500 ml-es szeretem, jól meg lehet emelni, jól lehet belőle önteni, eléggé habzik, jól tisztít, úgyhogy teljesen jól, és nem szárítja a bőrt, ez is nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy ezek voltak most, amik elfogytak nálam, remélem, hogy tetszenek nektek ezek a videók, én nagyon szeretem nézni ezeket másoknál is, úgyhogy remélem, hogy nektek is tetszik. Találkozzunk legközelebb, iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek Instagramon, Facebookon, TikTokon, mindenhol, ott vagyok, jelen vagyok, és... tudjátok, a YouTube Mentor program, ahol az elejétől a végéig segítek mindenkinek felépíteni egy jól működő, akár bevételt hozó YouTube csatornát, amivel akár hosszú távon egy fix fizetést, egy olyan fizetést lehet elérni, amivel akár tényleg egy jó kis átlag fizetést is akár, vagy még többet is meg tudsz keresni. Illetve hát én néha meg tudok, úgyhogy szeretném ezt nektek megmutatni. Az én kis... tapasztalataimat adom át nektek, az egyéves tapasztalatokat, amiket itt a YouTube-on szereztem, és természetesen a színészi, marketinges tudásomat, mindent át fogok adni, hogy nagyon szuper YouTube videókat csinálhassatok. Úgyhogy, ha akit ez érdekel, mindenképpen keressen meg bármilyen fórumon, engem akár e-mailben is lehet, ugye az a leírásban ott lesz. Úgyhogy találkozzunk legközelebb, legyen szép napotok, estétek, vagy bármi, sziasztok!